Idősebb Nádi József levele fiának Nádi Józsefnek az 1970-es évek elején. Január 20-án, Fábián sebestjén napján, megindul a lé a fák törzseiben. Február 15-én van Faust nap. Ősi hagyomány szerint ekkor szokás a gyümölcsfákat megnyesni. Azt tartották, hogy sokat terem az a fa, amelyet Faust napján nyestek meg ha csak pár ágat vágtak is le, és a teljes nyesést később végezték el. Fontos, hogy február 15-én már legyenek a fán megmetszett ágak. Nem drága orvosság, meg lehet próbálni. Lehetőleg a szőlőt is korán kell metszeni, nehogy a lé folyástól megvakuljanak a termőpimbók. A lugaszőlőket két-két világos szemre vágjuk, a borszőlőt egy-egy világos szemre vágjuk vissza a tőkén. A szőlőben a fagyok elmúltával, trágyahordással, ha ősszel elmaradt, kezdődik a dolog. Ezután következik a meccés, lehetőleg korán, míg nincs nagyon lében a tőke mert a nagy léfolyás rákocsonyásodik a bimbókra, és nem tud kifakadni, és megvakul. Nem kell a fagyástól félni, ha rossz az idő, úgy se fakad ki. És a pár tőke meg is perzselődik a fagytól, a többi pótolja bőven azt a néhány fagyos tőkét. Márciusra a meccéssel legyen végezve. Ezt követi a nyitás, vagy a kikapálás téli mosásszerű permetezést téli higitású mészkénnel szoktam elvégezni. Május 20-a, 25-e közt az első permetezés egy százalékos bordói lével. És június 3-áig, 4 másodszor másfél százalékos bordói lével. Ez soha el nem ulaszt. Virágzás után én, arzóla, 45-tel permeteztem. A rovarok peték elpusztultak tőle, és a gyümölcs szép sima, sosem varros vagy rostafoltos. Befejezésül, augusztus harmadika, ötödike között egy százalékos bordói lével szoktam permetezni. Ha ez így meg csinálva, a jövő évi termés is e módon biztosítva van. Próbáld meg, fiam, te is! meglátod, hogy igazam van. Ha a szőlő olyan, hogy a fürtök lelódulnak, nagyon kell vigyázni, ne ütődjön meg, se a hamva ne törődjön le, mert az elszárad. Felesleges mélyen kapálni, én csak horolóval, jó nagy porcsapva kapálok. Tudni élik, a por védi a fürtöket, a lisztharmat és a feketedés ellen jobb, mint a kémpor. Ezt és ezeket melegen ajánlom. Nem bánja meg, ki megszívleli. Ezek után jöhet a szület. Bőszületet kívánok, fiam.